feladatom, amelyet szabtak nekem, meg részben magamnak kettős, egyfelől egy elvi alapot adjak, másfelől részben indokoljam, hogy miért is veszünk részt ebben a, hogy Jankovics Marcell alelnök úr is jelezte, már tavaly elindult folyamatban, ami ugye akkor a kerek évfordulóval az animáció 100 néven indult, magyar animáció 100 néven indult útnak. Ezért szokásomtól eltérően olvasni fogok, ez tőlem tényleg szokatlan, hiszen a szabad előadás műfaját művelem. Szokás az európai, értve ez alatt a kontinentális földrajzi határokon túlnyúló civilizációt a biblikus alapozottsága miatt auditív szellemi, fogalmi kognitív rendszerként leírni. Mindezt alátámasztja az ige ótestamentumi hallgatói közössége, később a kereszténység Isten képmásiságát és a vizualitásban megerősítő korszakot, ezt a korszakot egészíti ki ugye a görög-hellenisztikus római kultúra, a kereszténység általi befogadásban alakul így ki végül az, amit ma európai civilizációnak hívunk. Az európai szellem és kultúrtörténet áttekintése nem lehet a mai előadás tárgya, de minden egyéni vagy csoportos intellektuális tettünknek a keretét adja. Mára elmondható, hogy mind a nyelvi, mind a kulturális sokszínűség ténye minden korábbinál egyértelműbb, közvetlenebb élménye a mindennapoknak. Ezt adja a sok mást elvevő, globális, virtuális tér, és ebben már a sok esetben nehezen mutathatók ki a civilizációs határvonalak, bár mindennek az ellentéte is igaz, hiszen az egy adott civilizációs körön belüli kulturális törésvonalak sokkal plasztikusabban rajzolódnak ki, mint korábban, mivel a virtuális térben közelebb kerülnek egymáshoz, de úgy, hogy a valós találkozás mégsem feltétlenül zajlott le. A fentiekben leírtak okán az interkulturális párbeszéd lehetőségét sokan megkérdőjelezik. Egyfelől a lehetetlensége, másfelől a lehetségessége okán. Az elsőnél, azaz a párbeszéd lehetetlensége esetében a fordítást, mint a nyelvi idegenek egymás közötti párbeszédét biztosító folyamatot kérdőjelezik meg. Azaz azt állítják, hogy a szemantikai tartalmak a fordítás kódoló-dekódoló eljárásában torzulnak, és így a megértés megtörténte az átiratokra, csak az átiratokra alapozottan valósul meg. Így a párbeszéd az eredeti közlő-befogadó, illetve a közlendő és a megértendő felől vizsgálva az értelmezésben elvész. A másik értelmezés lehet, a kultúrák, valójában a nyelvi kultúrák, amelyek már egy adott nyelven belüliek is lehetnek, ezek közötti dialógusról beszélni. Azaz a folyamat maga lehetséges ezen másik felfogás szerint, de éppen ez, ami a lehetséges, a meglévő különbözőségeket feloldja. Így a dialógus, maga a dialógus, magát a dialógust szüntetheti meg. A vizualitás, értsük ez alatt a jelentéstartalommal bíró képi alkotásokat, sokszor átugorva, sokszor együttes megjelenéssel segítve az auditivitás fenoménjeit, feloldhatja akár a kultúrák, mi több civilizációk közötti fogalmi, tartalmi különbözőségeket, a megértés közös alapját adva. A leírtak persze nem azt jelentik, hogy az animáció néma lenne, a művészi összhatás inherens része az alkotás auditív eleme. Egy magyar mese, vagy monda, nyelvi fordítással távolabb kerül a nyelvből nyelvre úton saját magától, annál, minthogyha az eredeti kulturális közegének képi világából táplálkozó animáción keresztül jut el az idegenekhez. Jó példa erre a magyar népmesék, vagy akár a Fehér Lófia. De mindez elmondható akár a nemzeti nyelvi közegre alapozott irodalomról is,
annak animációs képi megformálása esetében, erre akár ugye az ember tragédiája, vagy éppen a készülő Piszkos Fredda kapitány, de a zenéről is, a zenei nyelvről is beszélhetünk, hiszen nem csak nyelvi értelemben beszélünk szemantikai nyelvi vonatkozásokról. Ha a zenei nyelvről beszélünk, erre jó példa akár a fából faragott királyfi. Ha a vizualitásról és ezen belül az animációról beszélünk, akkor nem csak a nyelvi alapozottságú interkulturális vonatkozások érdekesek, hanem az egy adott társadalmon belüli korosztályok közöttiek is. Gondoljunk csak az intergenerációs kapcsolatok hétköznapi példáira. A 60-as éveiben lévő nagypapa ölében ülő, és a komputeres animációt vele néző unokájára. Én ezt nap mint nap látom lányom és nagyszülei vonatkozásában. Vagy a pompom mesén egyaránt felnövő szülőkre és gyermekekre, vagy Gusztáv történetein egyaránt hullató nagynélire és unokaöcsre. Az animáció világa a képzelet felől tart a valóság felé, a társművészeti fotó vagy mozgókép a valóság felől annak leképezéséből, azaz képé formálásából indít. Még az utóbbi, a megfagyott, és így új értelmet kapott pillanat, addig az előbbi, a pillanattá tett, értelmezési kereteket elmosó határtalan. Ezen tulajdonság okán válik könnyebben, vélhetően nem csak a nagypapa unoka távot befogóan, idő felettivé az animáció, mint a társművészetek. Mindezek okán nem volt kérdéses, hogy egy a magyar animáció évszázadát áttekintő, és ennek apropóján a gyártás, és így ezen keresztül a tudomány, technika, művészet egyetemes összefüggéseit, a támogatás, az oktatás kérdéseit is tárgyaló konferencia szervezését felvállalja a Magyar Művészeti Akadémia. Az akadémia, mint összművészeti testület eddig is figyelmet fordított a magyar animáció ügyére. Szerény támogatási lehetőségből segítettünk olyan produkciót, mint Ullig Gábor fából faragottja. Immár elmondható, hogy visszatérően támogatjuk a KAF-ot, segít a magyar népmesék angol nyelvű feliratozását, segítjük szakmai partnereink meghívásával, együttműködésével a magyar animáció ügyének nemzetközi támogatását is, hiszen megjelentünk a MOMÉ megrendezett kínai-magyar animációs fórumon, részt vállaltunk a tavalyi hiroshimai animációs nemzetközi filmfesztiválon, és az ott megjelenő kötet megjelenéséhez is hozzájárultunk. Mindezek során elmondható, hogy kiváló szakmai partnereinké lettek, akár a MOME, akár a Médiatanács, akikkel ezen mai konferenciát, illetve a megnyitó kiállítást is együtt hívtuk létre. Rövid előadásom első fele az elvek, az ideák felé fordult, míg itt a végén egy látszólagosan talán túl nagy fordulattal gyakorlatias dolgokról szóltam. Mégis így nem vált szlogenszerűvé a cím. Fordítás nélkül a magyar animáció, mint világnyelv. Hiszen az elmondottakkal remélhetőleg alátámasztottam, a magyar animáció egy univerzális művészeti nyelv része, annak egy, de mindenki számára érthető dialektusa, mint ilyet az egyetemes és nemzeti értékek mellett egyaránt felelősen kiálló Magyar Művészeti Akadémia kötelezően kell, hogy ápolja. Köszönöm a figyelmet!